Jó estét kívánok mindenkinek! Nagy szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket a szervező Legendák Földje Alapítvány nevében megbízásából. Alpolgármester úr és Paluska Zoltán nem tudnak részt venni a mai alkalmon, ezért engem kértek meg, hogy legyek házigazdája, aminek nagy örömmel tettem eleget. A kezdőének, amit a Pondorosi Baptista gyülekezet kis kórusa énekelt, egy nagyon ismert dallam Dvorzsák Újvilág szimfóniájának a második lassú tételének a fő témája, amelyre 1984-ben Déri Balázs egy olyan szöveget írt, amire azt mondhatjuk, hogy örök érvényű: béke, jöjj el már! Hogy kerül ez ide Adventhez? Ugye azt mondjuk, hogy Advent, már maga a szó is várakozást jelent. Van-e bennünk, van-e közöttünk olyan, aki ne várná, hogy eljöjjön a béke? Azt pedig tudjuk, hogy amikor Isten leküldte az ő fiát, akkor tulajdonképpen a Biblia több helyen nevezi így, hogy a béke fejedelmét küldte el. Hát itt a párhuzam. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos volna, hogy mindannyiunk szívében ott legyen az a békevágy, ami a körülöttünk lévő fagyos hangulatot, viszontagságokat és minden olyan bizonytalanságot, ami körülvesz minket, feloldhatja. Kívánom, hogy ez a mai este is járuljon ehhez hozzá, és hogy ne a negatív dolgokra gondoljunk. Most egy nagyon vidám éneket fogunk elénekelni. Nem sokára jő, újra visszajő. Szeretném megkérni Bakai Lászlót, egyházunkhoz, gyülekezetünkhöz tartozó fiatalembert, aki Békés Csabáról érkezett, a Zeneművészeti Szakközépiskola trombita tanára. Őt kértük meg, hogy a gyülekezetünk nevében ossza meg ünnepi gondolatait. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, az ünneplő kondorosi gyülekezetet, az egybegyűlteket, sokaságot, Jézus váró embereket. Mikor az adventről gondolkoztam, akkor az jutott először eszembe, hogy vajon mi az advent? Csupán az, hogy egyre több kis gyertyalánk felgyullad. Először egy, kettő, három, majd végül négy. Vagy talán annyi, hogy a 24 kis ablakocskából egyre több nyílik meg, és egyre több beteljesült boldog arc néz. És feltevődik ilyenkor akarva és akaratlanul az emberek szívébe, lelkébe, hogy vajon mit hoz a jövő. Mit hoz a jövő? Mi várható a jövőben? Nagy kérdés ez ma is. A ma emberének éppen olyan nagy kérdés, mint nagy kérdés volt régen, az elmúlt korokban is.
Ha a Szentírást olvassuk, és valaki foglalkozik azzal, hogy mit mond a Szentírás a jövőről, azt állapíthatjuk meg, hogy nagyon sokat beszél a Szentírás a jövőről. Mégis azt gondolom, hogy a Szentírás nem csupán azért beszél a jövőről sokat, hogy mi megismerjük jobban a jövőt, hanem hogy a jövő távlatából egy picikét a jelen életünk jövő befolyásoló hatásáról szóljon nekünk. Ugyanis a jelen döntéseink befolyásolják a mi jövőnket. Az, hogy mi hogyan élünk, hogyan érzünk, mit engedünk meg magunknak, mit nem engedünk meg magunknak, ez mind-mind befolyásolja a jövőnket. Mondhatná valaki, hogy én nagyon kicsi ember vagyok, és én is beállok a sorba, én is nagyon kicsi ember vagyok. Vajon az én életemnek milyen hatása van a jövőre? Nem hiszem, hogy nagy történelem alakító ember lennék, vagy közülünk itt lehet, hogy nem sokan vannak, akik ezt gondolják magukról, hogy történelem alakító emberek lennének. Mégis azt gondolom, hogy történelem alakító emberek vagyunk a jövőnk szempontjából. Ugyanis Isten azt a kegyelmet adta nekünk, hogy éppen a jövőnket abból a szempontból tudjuk nagy mértékben meghatározni, ami a legfontosabb, aminek igazán történelem formáló ereje van. Egy ember a saját döntései által a saját életét, a saját sorsa kimenetelét meghatározhatja földi értelemben. Egy ember, egy apuka vagy egy anyuka döntően befolyásolhatja a saját családjának, gyermekeinek, vagy az éppen öregedő, idősödő szüleinek a jövőjét. Egy ember meghatározhatja egy közösségnek a jövőjét, amiben éppen tartozik, egy utcának a jövőjét, egy munkahelynek a jövőjét, az ott levő hangulatot. Van-e nekünk történelem formáló, jövőt befolyásoló szerepünk? Egészen biztos, hogy van. Arra visszaemlékszem, mikor az egyik gyermekünk születésénél ott kuksoltam a kórházi váróterembe, és nem engedtek be, hogy a feleségemhez bemenjek, és vártam, izgultam, mint fiatal apuka, és gondolkoztam, mi lesz most? Mit tegyek most? Mit lehet ilyenkor tenni? A feleségem bent vár, és talán szenvedések között van, én mit tehetek most? Hát imádkoztam. És ahogy imádkoztam, egy kérdés merült fel bennem. Vajon ez a kisgyermek, aki most fog születni, mit fog hozni erre a világra? Jót vagy rosszat? És ez a kérdés mindig feltevődik bennem is, hogy vajon az én életem mit hoz a világra? És adventkor talán mindennyiünknek fel kell tenni ezt a kérdést, hogy életünk mit hoz a világra? Jót vagy rosszat? Hogyan fogom befolyásolni a saját életem jövőjét? Hogyan fogom befolyásolni a családom jövőjét? Ne feledjük el, Isten azt a kegyelmet adta nekünk, hogy befolyásolhassuk a jövőnket. Döntést adott a kezünkben. Tehetjük jól, és tehetjük rosszul a döntéseinket és az életünket. Még egy gondolat a jövővel kapcsolatban. A Szentírás a jövővel kapcsolatban tesz egy nem túl kecsegtető megállapítást. Ez a nem túl kecsegtető megállapítás, ez így szól a jövővel kapcsolatban, hogy a szeretet sokakban meghidegül. Nem egy biztató jövőkép. Miért mondhatja vajon ezt a Biblia? Miért lett ez leírva számunkra? Miért fog meghidegülni a szeretet sokakban? Azért, mert a szeretet a szenvedéssel jár. Az igazi szeretet a szenvedéssel jár, az igazi szeretet az áldozattal jár. Az az édesanyja vagy édesapa, aki látja a fiát olyan úton járni, ami látja, hogy nem jó irányba vezet, szenvedni fog a szívébe. Az az ember, aki látja a szeretteinek, az életének esetleg tönkremenetelét, szenvedni fog tőle a szívében, nem marad érzéketlen. A szeretet minden esetben szenvedéssel jár. És nézzétek meg, kedves kondorosiak, Isten az ő fiát elküldte értünk, aki megmutatta, hogy igazán szeretett minket. Ő szenvedett értünk, áldozatot hozott értünk, valósággal szenvedett, és valóságos áldozatot hozott nékünk ott a kereszten, és azt ígérte, hogy eljön ide a földre. Feltevődik megint csak egy kérdést. Mi közön van nekem Jézushoz? Mi közön van nekem ehhez az egészhez? Annyira távoli, annyira történelem homályába elvesző esemény ez. Én ehhez túl kis ember vagyok. Ez nem igaz. Azért nem igaz, mert éppen azt mondta Jézus, hogy én ezekhez jöttem. Én az egyszerű emberhez jöttem. Én a kis emberekhez jöttem. Azokhoz az emberekhez jöttem, akik hordoznak belül a szívükbe fájdalmat.
azokhoz az emberekhez jöttem, akiket éjszaka esetleg mardos valami lelki gyötrelem, ami amelyet nem tudnak aludni, ami vádolja őket, mert hibáztak az életben, mert rossz felé alakították az életüket, mert rossz döntést hoztak. És Jézus ezeket az embereket megkeresi ma is, és lehet hozzá fordulni. És van egy csodálatos, ha szabad így mondanom, varázslatos mondat, aminek óriási jövőbefolyásoló hatása van. Ez a mondat, ez így hangzik. Bocsáss meg, Istenem! Bocsáss meg, Istenem! Ha ezt elmondja az ember, nem csak a földi sorsa változik meg, hanem a mennyei sorsa is megváltozik a Szentírás tanúsága szerint. De hogyha valaki az embertársának, akit megbántott, akivel a kapcsolata tönkrement, vagy rosszra fordult, ki tudja azt mondani, hogy bocsáss meg, jövőbefolyásoló hatása lesz. Kedves kondorosi gyülekezet, összegyűlt ünneplő sokaság, én azt kívánom nektek, hogy ez a bocsáss meg, ez az egyszerű kis mondat, amely ha igazán szívből jön, őszintén, talán párás szemekből, ez gyakran elhangozzon a mi ajkunkból vagy szívünkből. És higgyétek el, és lássátok meg, földi életetekre nézve is ennek jó irányú következményei lesznek. És hogyha ezt kimeritek mondani a mennyek Istenének, az örökkévalónak, a mindenhatónak, az örökkévaló életetekre nézve is pozitív hatással fog bírni. Az Úr áldjon meg mindenkit, áldott adventi várakozást! Hát egy ilyen kettő az egyben akciót szerveztünk még a ma estére. Laci barátom, mint említettem, trombita művész, és most el fogunk játszani egy talán ismert karácsonyi éneket. Én sokszor hallottam már ilyen Tesco Ocean hangos bemondóban, majd látjuk, hogy mennyire lesz ismerős a kedves közönségnek. A címe az, hogy én nem tudom, miért szeretett úgy minket, mármint az Isten. És befejezésként szeretném, hogyha még a
kedves közönséget meghívhatnánk egy közös éneklésre. Segítőink kiosztottak jó néhány lapot. Választottunk olyan karácsonyi énekeket, amiket én úgy gondolom, hogy igazi klasszikusoknak számítanak, és szinte mindenki ismeri. Hogyha valakinek kedve van bekapcsolódni, akkor kérném szépen, hogy énekeljük közösen ezt a három dalt. Thank you.
Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, és hát a szív után a test is bizonyára epekedik egy kis befogadni valóra. A gyülekezetünk gondoskodott arról, hogy egy kis harapnivaló jusson el önökhöz, mindannyiukhoz, és a csárda jóvoltából elkészült a forró tea és forralt bor, amelyhez az alapanyagot idősebb Paluska Pál szolgáltatta. Köszönjük neki is. További kellemes ünnepvárást kívánok mindenkinek. Nekem az advent üzenet, szelíd zengéső üzenet, hogy ráfigyeljek az örök fényre, sok földi csillogás helyett. Benne Krisztus ragyog, hogy bennem is ragyogjon fényesebben, őt tükrözhessen még jobban adventben. Nekem az advent üzenet, szelíd zengésű üzenet, hogy ráfigyeljek az örök fényre, sok földi csillogás helyett. Nekem az advent a fénylő remény, így bíztat Jézus, eljövök, ne félj, velünk van mindig, ahogy ígérte. Istennek hála és dicsőség érte. A zöld fenyő az ég felé mutat, csillogás helyett. Nekem az advent a fénylő remény, így bíztat Jézus, eljövök, ne félj, velünk van mindig, ahogy ígérte Isten.